Lütyűt már kisgyerekkorom óta ismerem, barátok vagyunk már nagyon régóta. Ugye volt itt Lütyűnek egy nehéz korszak, amikor az édesapja meghalt. Nehéz helyzetbe került a sors, illetve nem volt úgy jövőképe, nem volt előtte példakép, de hál' Istennek ez az időszak egy pár évig tartott, miután sikerült lecsalnom nagy nehezen boxolni. Onnan ugye ő kapott egy jövőképet, lett egy álma, és onnan Lütyűvel mondhatjuk azt, hogy 180 fokot fordult a világ. De azért még itt is voltak holdpontok, egy rövid ninjás korszaka, de hál' Istennek ez a ninjás korszak se volt olyan hosszú, illetve a kényszer vitte rá sajnos, ami a háttérben az állt, hogy az édesanyja nagyon beteg volt, és kellett gyógyszerre pénz. Sajnos én nem tudtam akkor neki segíteni, de ezt ő így megoldotta. Edzeni szoktam mutogatni az ütéseket. Meg buzdít, hogy tanuljak, hogy érjek el valamit az életbe. Remélem nagyon, hogy most ezt meg fogjon járni. Megyek én is szurkolni, de nagyon várom már, hogy hazahozzon egy jó címet. Hajrá, Lütyő! Azóta, mióta ezt a boxmeccset láttam a Lütyővel, azóta egy kicsit figyelemmel kísérem a fiú sorsát, és a főnöke, a közvetlen főnöke is, meg az igazgatóasszony is maximálisan meg vannak elégedve, és azt a megállapítást tették, hogy általában azért ez ilyen sportolóknál nem divat, hogy így állnak a munkához hozzá, mint ahogy a fiú hozzááll. Ők szoktak egy picit lazítani, ő tökéletesen elvégzi azt a munkát mindig, amit rábíznak. Hogy meccse van, akkor erősíteni szoktuk ilyen a kartonok emelgetésével, transportozással. Egyébként itt a lányok is pont, ők lelkes szurkolók, ők ott vannak minden meccsén. Nem csak akkor, hogyha Szentesen játszik, hanem vidékre is el szokták kísérni ugyanúgy. És nagyon, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy eddig eljutott. Tudjuk, hogy mennyi energiát fektet bele a sportba is, és ugyanúgy a munkájába is. Megmondom őszintén, azt az oldalát én se ismertem, hogy milyen körülmények között lakott, milyen körülmények között készül, és mennyire a szabad idejét áldozza föl tényleg arra, hogy ő vigye valamire. És én azért adtam neki ezeket a munkaidőkedvezményeket, hogy amellett, hogy önerőből és az ön saját szabad idejét felhasználva ne csak az legyen a motiváció, hanem versenyek előtt ugye megengedtem, hogy nem kell neki bejönni dolgozni és egyéb. Tehát megérdemli ez a fiú azt, hogy ahonnan indult, és hát remélem majd ahova jut, hogy ezt az utat bejárva segítsük. Megérdemelné, ha majd egyszer lesz le lehetőség, hogy jobb körülmények közé kerüljön. Thank you.
Lütyőt körülbelül 5 éve hozta le Faur Csaba az edzésre. Azok a srácok, akikkel lejött, mondjuk Csabára ez nem vonatkozik, de a többi srác, akikkel együtt jöttek, roma gyerekek, meg ott a barátaik, baráti társaságából, ők azért úgy szép lassan, szokás szerint lekoptak, elkoptak onnan az edzésekről. Lütyő beszélnébe úgy jött, hogy Louis de Funès-nek néztem a filmét, és az egyik filmében volt egy jelenet, hogy egy kocsival átugratott egy hajót, és én ezt próbáltam magutánozni, házunk előtt lévő árkot lábbal hajtható kis motorral szerettem volna átugrani, nem sikerült, beleestem, betört a fejem, és akkor mondta a nagybátyám, hogy Lütyő, te Lütyő. És így maradt rajtam a Lütyő. Lütyőnél ami a legfontosabb, hogy a szíve az a helyén van, és több olyan mérkőzést nyertünk már meg, vagy nyert meg, amit csak azért nyertünk meg, mert jobban akarta a győzelmet, mint az ellenfél. A legtöbb boxoló nem angyalként indul, hanem csibész gyerekként, hiszen azért mégiscsak kell valami ahhoz, hogy az ember arra tegye fel az életét, hogy bemenjen és egy ringbe megküzdjen egy másik emberrel. Ami boklövés volt az életemben, egy dolog volt, amit nagyon megbántam. Beugrottam egy olyan helyre, ahol nem lett volna szabad, ahol el is kaptak és felelősségre is vontak. De azóta bocsánatot kértem a vezetőségtől is, és a felelősség, amit kaptam pénzbüntetést, azt ki is fizettem. A legelső szerintem, ami a legfontosabb, hogy a sportoló magában nézzem, és ebben még jó a Lütyő. Tehát egyetlen egyszer nem mondta azt, hogy ő azért kapott ki, hogyha kikapott egy meccsen, mert a bíró csúnyán nézett rá, vagy mert nem úgy sikerült a felkészülés, nem. Hát a fogam az úgy esett ki, hogy az első profi meccsemen, meg az első meccsem is volt. Faur Csaba fogvédőt adta be a ringsegéden, összecserélt a két fogvédőt, Csabának a fogvédője nagy volt nekem, állandóan leesett, és az ellenfelem eléggé harcos típus volt, meg nagyokat is ütött, és úgy leesett a fogvédő, egy idő után megmondtam, és csak így a nyelvemmel tartottam, hogy mégis benne legyen a számba a fogvédő, és kaptam 2-3 ütést a mellett közepe fele, ott éreztem, hogy megrazultak a fogaim, mellett végén meg még kaptam ütést, és akkor le is ki is esett a fogam, és az első mellett szünetébe ott Bertok Robert az edzőm megkérdezte, hogy Lütyő, a menet elején több fogad volt, nem? Én csak annyit mondtam, hogy nem tudom, mester, szerintem lenyeltem. És megkérdezte, hogy folytassuk-e a mérkőzést, mondtam, hogy már nincs vesztenivaló. Két foggal kevesebb, folytattuk, de azt meg is nyertük azt a mérkőzést.